Építészet elméleten általában azt értjük, hogy egy építész megmutatja, amit csinál, és az egészhez fűz egy olyan elméleti kommentárt, hogy hogyan is kell csinálni az építészetet. Az építészet elmélet nagyjából ma az, mintha költők, írók nyilvánosan egymásnak mindig elmondanák, hogy hogy kell verset írni, vagy hogy kell jó regényt írni. Igaz, hogy vannak nálunk is építészettörténészek, művészettörténészek és egyéb teoretikusok, ám ők sem a dolog működésével foglalkoznak olyannyira, hanem normatíveket foglalkoznak az építészettel. Arról beszél mindenki elméleti jelleggel, hogy milyen legyen a jó város, milyen legyen a jó ház, milyen a jó építészet. Ezt csinálják a sztárok, és ezt csinálják a blogozók, és ezt csinálják a politikai protesztelők is, akik alternatív megoldásokat keresnek az építészetben. A lényeg az, hogy itt most nem erről van szó, hanem arról van szó, mintha lennének az építészetnek is irodalomtörténészei, nyelvfilozófusai, lennének az építészetnek nyelvészei, akik tárgyilagosan, távolságtartó módon azt vizsgálják, hogy hogyan is működik ez a nyelv. Hogyan változik, miért változik, hogyan keletkeznek benne új jelentések.